Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV keddi híradója, köszöntöm Önöket. Fontosabb híreinket mutatjuk röviden. Tripláztak! Három éve az ország csúcsán informatikából a BLG-sek. Csodadokig! Négy kanizsai rajza legjobbak között péntekig lehet szavazni a közönség díjra. Áttörés kezd helyen. Első alkalommal sikerült Magyarországon francia szarvasgombát mesterségesen termeszteni. 17 évig kísérleteztek a szakemberek. És most a részletek és további híreink. A kanizsaiak véleményét és javaslatát is beépítik a településképi arculati kézikönyvbe és rendeletbe. Tegnap este a könyvtárban tartottak fórumot, hogy megtudják, ki hogyan képzeli el Nagykanizsa utcaképét. Itt a város főépítése Deák Varga Dénes tájékoztatást adott az új rendeletről és annak céljáról. Az új arculati kézikönyv még idén elkészül és októbertől már életbe is lép. Ez egy teljesen új ö, formáció, ö, lakosságot máskor is megkérdezték, például a rendezési tervek egyeztetése során, meg hasonló, de, de ilyen ö, jellegű ö, akció még az építészet történetében, hogy úgy mondjam, nem volt, amikor, amikor települések a, a, az arculatukról készülnek rendeletet alkotni, és ehhez ö, pedig a, az állampolgárok véleményét is kikérik. Busa Máté lett az első a programozó informatika kategóriában az OKTV-n. A BLG diákja megismételte az előző két év sikereit, ugyanis tavaly és tavaly előtt is Battyányis diák, Erdős Márton lett a legjobb ebben a kategóriában. Az eredmény után az iskola igazgatója úgy fogalmazott, a végvárak is lehetnek világítótornyok. Műhely munkában történik az informatika tehetséggondozás a Batyányi gimnáziumban. Hetente többször jönnek a szakkörre a fiatalok, hogy fejleszték tudásukat, vagy felkészüljenek egy-egy versenyre. Közöttük van a 11. év folyamos Busa Máté is, aki megnyerte az informatika OKTV versenyt programozó kategóriában. Öt feladatot kellett megoldani a hat óra alatt. Olyan algoritmusokat kellett írni, amelyek gyakorlati problémákra adnak válaszokat. Ami szerintem legérdekesebb volt, mert lenne ezebb, az, hogy ládákat kellett pakolni egy raktárban, és az volt a cél, hogy a lehető legtöbb helyet fel tudjuk szabadítani. Tehát optimalizálni kellett a rakodást. Máté mint három fordulóban teljesen hibátlanul, 100%-os eredménnyel oldotta meg a feladatokat. Az iskolai felkészülésben Erdősné német Ágnes és Erdős Gábor segítette, de otthon is sokat gyakorolt. Egy kétdimenziós tömbbe tárolt, de hogy hol vannak a bakteriumok, a következő szinten, meg számold meg az előzőről, hogy hány, hány szomszédja van. A mostani már a gimnázium 8. OKTV aranyérme. A korábbi győzelmek között volt már matematikai és földrajz is, de ez az elsőség különleges. Ami most nagyon-nagyon aktuális, és ami nagyon kiemelkedővé teszi, hogy harmadik éve mi vagyunk a csúcson, azaz harmadik éve a Batyány is diák nyeri az informatika programozások KTV-t, és ez lehet, hogy a történelemben nem tud megismétlődni még egyszer. A középiskolák tanulmányi eredményességének fontos mutatója az országos középiskolai tanulmányi versenyen elért siker. Az idén a Batyányi Lajos Gimnáziumban 149 diák indult 14 tantárgyban a versenyen. Közülük 18-al jutottak be a második fordulóba, ahonnan 5 diák került be az országos döntőbe. Busa Máté tegnap a matematika versenyen vett részt. Kérdésünkre azt mondta, elég jól sikerült megoldani a feladatokat. A kísértések óráján se adjuk fel az álmainkat. Erre tanítja a ma emberét Szent József története. A Szent Fő ünnepe alkalmából rendezett búcsú tegnap Szentmisével ért véget. A Szent József plébánia háromnapos búcsúval tisztelget névadó patrónus előtt. Az ünnepi programsorozat hétfőn este fejeződött be. Ennek a templom védő József alakjáról az ünnepi Szentmise vendégi ige hirdetője, Hencel Szabolcs atya beszélt. Mint elhangzott, József nem a kifogások embere volt, bár voltak elképzelései és álmai, mégis igent mondott Isten tervére. Olyan patriarchális családmodell tudná fenntartani ezt az Európát, és nekünk is a magyarságunkat, amelyben nem csak az eszményképek, hanem az a kitartás, hűség, odaadottság, ami Szent Józsefben megvolt, az minden családnak tudna példaértékű szolgálni. Az ünnepi szentmisén a sonoró dúó is közreműködött, Szili Zoltán, a Kaposvári Székesegyház karnagya és Bogáti Gábor az ünnephez illő impozáns, monumentális darabokat adott elő orgonán és trombitán. A szentmise kezdetekor Lülli-től egy indulót játszottunk, áldozás alatt Cézár Frank Pánisz Angelikusza hangzott el, kivonulásra pedig Clark trombita szó. Szent József Jézus nevelő apja volt. A Bibliában kevés szó esik róla, a feltételezések szerint azelőtt meghalt, mielőtt Jézus tanítani kezdett volna. Ma sok más mellett az apák védőszentje. A 10. század óta, március 19-én tartják a főünnepét. Tartós élelmiszert gyűjtenek a rászorulóknak a katolikus plébániákon és templomokban. Régi szokás szerint nem pénzt vittek magukkal Szentmisére a hívek, hanem szegényeknek szánt élelmiszert. Az összegyűjt adományokat pedig szétosztották a mise utáni Agapén, vagy diakónusok elvitték a rászorulóknak. Ezt az ősi hagyományt próbálja újra eleveníteni a magyar katóis püspöki kar nagyből idején közeledik a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe a húsvét a föltámadás, és hogy ilyenkor nagy ahogy a prefáció is mondja, hogy többet imádkozunk, többet teszünk jót, és ö, az irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk. Ennek fejében gyűjtünk tartós élelmiszert, és ö, osztjuk szét a szegények között, természetesen a karitásznak a segítségével. 19-én vasárnap indult ez az akció, és 26-áig vasárnapig tart, akár bármelyik katolikus templomba vagy plébánián leadható a tartós élelmiszer. Négy nagykanizsai kisdiák munkájára is lehet szavazni a csodadoki rajzpályázaton. A lányok alkotásaira péntekig lehet voksolni az interneten. Gerencsér Jázminester kedvenc doktorát, dr. Kovács Andrea gyermekorvost rajzolta le. Igazából szeretek orvoshoz járni, mert kedves a doktornéni, meg szeretem a doktornéni, de nem szeretem, amikor beteg vagyok. A doktornőt már korábban is lerajzolták kisgyermekek. A gyermek is, főleg, hogyha úgy lép be a rendelőbe, hogy nem fél, nem szorong, és megismerkedik már velem, az nekem is egyfajta visszajelzés, hogy sikerült a bizalmába férkőznöm. Nagyobb gyerekeknél ez azért is fontosabb, mert én azt gondolom, hogy ha a szülő bizalmát is el tudom nyerni, akkor azáltal tudom a gyerek is elnyerni. Úgyhogy ez fajta egy visszajelzés a mai munkánk, a mindennapi tevékenységünkre, hogy tulajdonképpen valószínűleg akkor jól csináljuk, hogyha, hogyha, több gyerek is ezt megpróbálja megrajzolni. Az összel meghirdetett rajzpályázatra több mint ezer az ország legcsodálatosabb gyermek orvosait ábrázoló mű érkezett. A szakmai zsűri három korcsoportban értékeli a pályaműveket, a közönségdíj pedig internetes szavazással dől el. Gerencséri Jászmin, Szabó Anna, Snülle Johanna és Vajda Luca kanizsai diákok rajzára Péntekig lehet szavazni a csodadoki.hu weboldalon. A kábítószerek veszélyeire hívja fel a figyelmet a könyvtár legújabb kiállítása. Az alkohol, a drogok és a dohányzás okozta függőség és veszély áll a középpontban a tablókon, valamint ezeknek a hatásairól, következményeiről mesélnek a képek. A kiállítók szerint fontosak az üzenetek, a mai világban ugyanis a fiatalok könnyen ezeknek a szereknek a rabjaivá válhatnak. Nagyon fontos az, hogy a fiatalok ennek a kitettségnek minél kevésbé legyenek részesei. Sajnos a jelen divatokban ez nehezen mondható el, épp ezért fontos minden kapaszkodó, minden kapaszkodni való őszinte szó, akár a, a, a saját példáról való mesélés is, és egy-egy ilyen tabló, ami a lényegre felhívja a figyelmet. Első alkalommal sikerült Magyarországon francia szarvasgombát mesterségesen termeszteni. Ezzel már 17 éve próbálkoztak kezd a Pannon Egyetem Georgikon karán, de csak most sikerült az áttörés. A szakemberek abban bíznak, hogy a különleges és drága fűszergomba termesztését a jövőben sikerül rendszeressé tenni. A spóra miatt fekete, meg nagyon szeretik a rovarok. Ugye a szarvasgombának mindent el kell követni azért, hogy a spóráit terjessze. Szeglet Péter egyetemi docens vezetésével zajlik az a csak nem két évtizedes kísérlet, aminek keretében sikerült a fekete francia szarvasgombát mesterségesen előállítani. Ezen a vidéken nem honos a francia szarvasgomba, tehát Franciaországból hoztunk csemetéket, ezeket ültettük el, és arra gondoltunk, hogy klímában nagyjából hasonló a terület. Gondoltuk, itt a balatoni klíma az rásegít egy kis párával, egy kis enyhe időjárással, és ezért betelepítettük ide a botanikus kert egy részébe. Ez az a kert, amit a szarvasgomba termesztésére hoztak létre. Ez pedig az a fa, aminek a tövében kifejlődött az első növény. A fekete francia szarvasgomba az egyik legdrágább fűszergomba a világon, és attól is különleges, hogy nem a föld felett, hanem a föld alatt terem és nehéz megtalálni. Manapság idomított kutyákkal végzik a keresést. A 2000-ben elkezdődött projekt nem hozott eredményt, ezért éppen fel akarták számolni az ültetvényt. Egy szentgáli gomba kereső rábeszélésére vártak még. Mondta, hogy még várjunk egy-két évet, mert itt kell lenni a gombának is. És aztán eljött az idén, és előásta az első gombákat, megtalálta az ültetvényen. Tehát el lehet mondani, hogy Magyarországon elsőként itt sikerült termőtestet is előszedni az ültetvényből, a francia szarvasgomáról, fekete szarvasgombás ültetvényről. A szarvas gomba a levegős és párás környezetet kedveli. A fák gyökereivel szimbiózisban, mézben gazdag talajon él. A gombaspóra csirázását magyaróval segítik elő. Ez itt pontosan jó, hogy tele van ezzel a mikorizáló közeggel, és akkor a magyarót, hát a, magyarót. a magyarót helyezzük el ebbe a közegbe, úgyhogy ide berakjuk, és ezt már csak öntözni kell. Szeglet Péter munkáját Volner Lajos segíti. A kerti technikus is sokat tett azért, hogy az asztalok fekete gyémántjának is nevezett fűszernövény kifejlődhetett. Amikor a csemetem már készen van, akkor a csemetét az kihelyezzük ide a megadott területre, és akkor kezdődik igazán a munka. A csemetét azt általában múlcsózni szokjuk, vagy egy természetes takarás, az általában úgy történik, hogy kartonpapírról kivágunk egy területet, és akkor a szaros gomba köré rakjuk, ezáltal meg, megóvjuk a különböző gyomoktól és amikor elkezdődik a, a fűnek a növekedése, akkor meg rendszeresen körbe kell nyírni. A siker új erőt ad a szakembereknek a folytatáshoz. Most arra fókuszálnak, hogy újabb oltott csemetéket tudjanak előállítani. Jól szerepeltek a nagykanizsai gyúdósok a hétvégi Zalaegerszegi versenyen, amelyet a Dél-Dunántúli Regionális Gyúdó Szövetség szervezett. A kanizsai fiatalok négy arany, hét ezüst és három bronzérmet, valamint egy negyedik helyezést szereztek. A viadalon 17 klub 270 versenyzője vett részt. A részletes eredményeket elolvashatják honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Híradónk végén fontosabb híreinket megmutatjuk újra, röviden. Tripláztak! Három éve az ország csúcsán informatikából a BLG-sek. Csodadokig! Négy kanizsai rajza legjobbak között péntekig lehet szavazni a közönség díjra. Áttörés kezd helyen. Első alkalommal sikerült Magyarországon francia szarvasgombát mesterségesen termeszteni. 17 évig kísérleteztek a szakemberek. A Kanizsa TV keddi híradóját látták. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!